Kicsit szóval Sziasztok! Csók a családnak, köszönjük! Csók a családnak! Jó testvére! Olyan, amilyennek kell, hogy legyen. Nem, mit akarok lenni. Ja, mert szerintem csók is. Tudod, a látte. Nem vaníliás, mert tudod, ebből nekem is van otthon, tudod. Van a csokis, meg van a vaníliás. Ez full csokis érzem. Kikkel vagy? Semmi között hozzá. A családdal. A családdal. Na bár. Mi? Ja, nem YouTube-on vagyok. Hát az ő. Hát itt most kiajulsz. Úgy szoktál. Úgy szoktam. De akkor meg az embereket mutatja. Fú, de cinkte ez a YouTube csatorna már. Nagyon gáz. Nekem mindig van, drágám. Nekem mindig van, drágám. Mivel csak ez van, nincsen a kék márbolottát, ezt szívom. De még mindig jobb, mint a töltött cigaretta. De tényleg szerelem. Nem, bár olyan értelemben, hogy nem kell tudod töltögetnem. Úgy mondom, de amúgy... Én úgy is azt hittem. Hát évekig persze. De én ugye azért nem töltögetnem kell. Aha. Azért mondom. Jó nagy képű lettél. Dehogy is, még csak most leszek. Egyéhesek, már vagyok. Látom, már meg nálad is az éhezők riadala megy. Ja, hát én nem veszem fel, mint te. Azért írják, hogy nagyképű vagyok. És erre mondtam, nem vagyok még nagyképű, majd még csak most leszek. Ilyet, én erre tettem fel az életemet az éhezők riadalára. Ó, azt hittem hirtelen, hogy én nem akarom a nevét live-ba kimondani, pedig. Köszönöm szépen, Klaun. De ti hirtelenben. Köszönöm, Klaun. Imádás. Klaun összegyűjtött. Drágám. Csak a kérem. Köszönöm. Sziasztok. Jaj, Klaun, ne küldj már nekem ilyeneket. Hagyjál nekem is ezt, kérek, Klaun. Jaj, hagyjó minden. Bocsiszolás, mi? Ó, Miló, Miló. Köszönöm, Miló, köszönöm. Rózsák. Nagy csoda, hogy az új ajándékot küldte nekem ezt a
kóla vagy? Mi a jó Isten az? Mondjátok már. Az ugye? Kóla. Köszönöm. Jó, de azért ne dobáljátok annyira szép, mert este leszek lájba. Jó van már. Én ritkán vagyok fönt. Figyelj, én ritkán vagyok, és örülnek nekem. Ne vedd már a lehetőséget, jó? Én ritkán vagyok, és örül. Fogok erre. Nem csak ő dobál nekem. Mindenki. Hát ott ritkán kell fellépni, és szeretnek az emberek. Este nem gondolom, én leveszem a modernságról őket. Milyen modernságról? Nem, modernáció. A Klaut-hoz be fogom követni, mert ő nem rajongó, ő más. Ő más. Nem néztem Klaut horrort. Nem néztem Klaut horrort. Nem néztem Klaut horrort. Nem tudom. Gyerekek, nem tudom. Gyerekek, tegnap elmentünk ebbe a diszkóba. Ebbe a... Egy csillag. Labara vagy? Bara laba? Vagy mi a neve, gyerekek? Mi? Labara. Labara? Ja, lebarom. Gyerekek, mint egy rossz kocsma. Úgyhogy engem oda ne hívjatok még fellépésemet, ehhez nem adom a nevemet. Én csak normális luxus klubokba megyek. Úgyhogy hívjatok itt Fehérváron. Mert ez a labaran, ez olyan volt, mint egy kocsma. Nagyon gáz. Milyen kocsma is az? Mennyit voltunk ott? 20 percet? Dehogy egy órát. Azért ne túlozzam. Néha te pár zenét meghallgattam. Tényleg, nem. Azért kicsi is, pár ember volt benne, de... Drágám, N. Norbert, kicsim, nézzél, majd megtudod. Fogsz te még nem mosolyogni. Nézzétek? Belement valami, szemedbe? Hamu. Tényleg a szájába, hogy beleletődve. Ja, Roli, megyek az utcán, jön mellettem. Telibe a hamu belement a számba, gyerekek, ott köpködtem, hallod. Fújt a szél. Ne nevezzetek már. Hát, hogy hamusztam, fújt a szél, az tele. Imádás mindenkit. Én nézem. Ja. De ez neked ne fájjon. Menjen nézd meg. Na, most mondd meg, Klau, nekik rendesen fájjon. Hát csiszatoljatok ti is, jó sokat. Meg van adva a lehetőség mindenkinek. Hogy vagy? Köszönöm szépen, jó. Már fula is őket. Hallom. Még csak 219-en, majd akkor 219. 225. Jaj, Klau. Köszönöm szépen. Látod, az amikor valaki szívből. Ez nekem sokkal jobban esik, mint amikor itt a TikTokon könyörögtök az ajándékokért. Ez nem az én világom. Dobtok, hanem nem. Ez már egy új Loka Pantera. Aki nem könyörög az ajándékért. Sem most, sem a jövőben. Én ettől többre tartom magam, hogy én itt könyörögjek. Vannak, akik szeretnek, dobnak szívből, azoknak köszönöm, imádás. A többi meg le van szarva. Látjátok, nem TikTokozok, az mégis eszek iszok, ez hogy létezik. De 5-6 ezer forintos kajákat eszek. Mit eszek? Ezt is elmondom nektek. Cigánypecsenyét rizsával. És tartár. Mártással. Levest nem eszek? Igen, levest is eszek. Őszi barack krémlevest.
Szerintem össze fogom magam fosni, ez meg... Mit mondtam? Jeges kávé, fáj a fejem. Ó, köszönöm szépen, ez megtisztelő, de én azért egy kicsit több vagyok, mint a Varga Irén. Hát tisztelő, de én azért egy kicsit több vagyok, mint a Varga Irén. Hát igen, Loca Pantera, az Loca Pantera maradt. Csak a luxus, babány. Ezért nézzétek, drága irigyeim. Nem hoztak nekem szívószálat, kiakadok. Egészségetekre, drágáim. Hidd el, hogy az én mobilnetem az kiváló. Majd most azt csinálom, hogy lejár az előfizetésem, és veszek iPhone 15-öt. Nem drága, csak 500 ezer amúgy. iPhone 15-re váltok. Azért annak más a felbontása. Tudjátok, a kamerára megyek igazából, nem másra használom, mert hívás. Tudjátok, a minőség az minőség itt is, meg ott is. Itt a minőség, amikor hívnak, nem a hang, hanem aki hív. Tudjátok. Nem részletre veszem KP-ra, Isten ments, hogy én még egyszer részletekre vegyek. Ki is akadok, alig várom, hogy ez lejárjon. Ah, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. KP-ra. Azt eladom, azt hozzápótolok, azt megveszem KP-ra. Nem, tényleg, mert ez, hogy két éven keresztül gyerekek, csak a számlám 80 ezer. Körülnézek, jó? Egyáltalán. Jól elhiszi magáról. Én csak azt hiszem el, ami vagyok, gyerekek. Figyeljetek, ezt mindenki tudja, hogy én jó vagyok. Ne irigykedjetek, babáim. Ne idegeskedjetek, mert ezt többször is elmondtam nektek, mert az a baj, tudjátok, hogyha sokat idegeskedtek, még a végén lered az orrotok félre. Meg szívinfarktus fogtok kapni. Nem szabad, drágáim, csak a szeretet, szép, tudjátok, imádás mindenkinek. Nyomásban van a fejed neked is? Jó, nem. Azt hittem, mert így nyomkodja a fejét. Én bírlak nagyon, Timi, imádás. 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 Igen, ott vagyok a Dremszbe. Igen, Dremsz. Csak a Dremsz, gyerekek. Csak a Dremsz. Látjátok, csak a luxus. Csak a Dremsz. Imádom ezt a helyet, nagyon szeretem, csak ide járok. Csak ide. Jó a felszolgálás, finom az étel. Én már ide hazajárok. Ó, de jó. Köszönöm. Nézzétek, gyerekek. Köszönjük. Nézzétek, csak a luxus. Babáim, ezt meg kell, hogy mutassam nektek. Nézzétek. Nagyon őszi barack krémleves. Azt gondolom fagyi benne. Ó, gyerekek. Imádom. Nagyon barack krémleves. Azt gondolom fagyi benne. Ó, gyerekek. Imádom. Nagyon. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki finom ételt szeretne, és tényleg itt a felszolgálás is nagyon jó. Köszönöm, Klau. Én nagyon szeretek ide járni.
ez lett már a törzshelyem. Tényleg. Nagyon kedvesek, normálisak. Remélem nem fogom magam összeposni most így a jeges kávé után. Hát a szóraktad. Oda, oda. Várjatok, és hogyha szembe rakom, az úgy nem gyere be, úgyhogy lássátok a tányéromat. Úgy, jó. Így, azért valamit lássatok abból, hogy eszek. Elférsz, Giulio. Kovács Giulio. Kovács Giulio. Elférsz. Jó a leves? Neked mondom ám, Kovács ja. Giulio. Vesztem valaki a leves. Nem, neked mondom. Azért nem figyeltem, hogy milyen Kovács Giulio. Kovács Giulius. Nagyon fincsike. Imád ez. Nagyon fincsi. Ez megy fel a YouTube-ra. Azt töltjük fel a YouTube-ra, aki esetleg még nem nézte meg, az meg tudja. Köszönöm szépen. Úgy voltam vele, hogy ilyen meleg időkben jobban szeretem az ilyen. Egyetes, meg egyet rakjál valaki. Ja. Hú, nagyon finom gyerekek. Nagyon jó. Tényleg. Isteni. Látod meg a pincér, meg fagyit is rakott valaki. Igen, nekem imádás. Imádás. Csak úgy jem alatt. Ja. Ez az nagyon jó. Az a kis fagylalt benne. És tök jó, ad neki egy jó kis színt. Egy jó kis savanykás, de finom. Köszönöm a bekövetéseket. Nem szoktam nézni az árakat, de nagyon jó árak vannak itt, és nagyon finomak az ételek, hát mint bármelyik étterembe. De jó. Kár Krisz, hogy te nem ettél ilyet. Nagyon finom, nem tudod mi a jó. Nem baj. Mondjuk az is finom, amit te eszel. Hát jó, ugye, ki mit szeret a melegbe. Te én nekem most... Nem szoktam. Ude hideg. Köszönöm szépen. Úgyhogy csak a drams, gyerekek. Csak a drams. Aki még nem volt itt, vagy nem ismeri, akkor ajánlom. Mert tényleg nekünk is ez a törzshelyünk, mert mi csak ide járunk. Én nagyon szeretem, tényleg, nagyon finomak a kaják. Itt lakok 9 éve Fehérváron, de 80%-ban, ugye? Szinte mindig itt kajálunk, csak itt. Nem tudom, nekem olyan kellemes itt. Jó, most mindenkitől elnézést kélek, ha nem jól fejtem ki a Dreams nevet. Dreams, bocsánat, köszönöm szerelmem. Dreams, szóljatok rám nyugodtan. Dreams, nem Dreams, Dreams. Másképp. Jó, hát nálam tudod, az angol az egyelő a nullával, hát most. Nagyon jól néz ki, meg nagyon finom is. Nagyon finom is. Jó csípős.
Ütös. Mennyit kaptam? 1,7. Tudjátok nagyon jó, hogy én ritkán eszek így live-ba, de általában, ha eszek, akkor ilyen csak az étteremben. És ugye ez is azért, hogy fölmegy ugye a YouTube-ra, mert ugye ez a YouTube-ra készül. Csak úgy vagyok vele, hogy akkor már itt vagyok ezen keresztül, és akkor azt a mindenit 900-an vagyunk. Na, 900-an. Most jönnek az éhes. És nagyon lak. Szeretem. Mi a helyzet? Sziasztok. Nem engedek drágáimből senkit, tudjátok. Mit eszel? Őszi barack, krémleves, erdélyi gyümölcsfagylaltal. De miért van az, hogy a gyümölcslevesek, tök mindegy, milyen gyümölcslevesről beszéljük, laktató. Hol vagyunk én sem? Dreams? Jól mondom, vagy Dreams? Hogy mondtam az előbb? Dreams. Dreams étterembe. Jó étvágyat, Timi. Köszönöm szépen. Őszi barack, krémleves és erdei gyümölcsfagylalta. Nagyon finoman megcsinálják a fagyit. Fagyit a levest. Köszönöm, Rebeka. Szoktál fürödni kincsem? Soha nem fürdök. Soha. Már lehettem magamhozni. Persze, hogy szoktam. Ilyen melegben nyáron napi háromszor is fürdök. De egyébként... Aki ilyet ír be, az valószínű, hogy annál a higiénia az nulla. Ez egy buta kérdés szerintem. Szia, sziasztok, szia Nikolett! Mindenkinek legyen szép, kellemes a napja. Ez egy hosszú live lesz, mert még ezután fog jönni majd a cigány pecsenye. Azt kértem, cigány pecsenyét, rizse, meg tartármártás. Rizsában. Mondj már S betűs szavakat. Kicsim. Most tanulsz beszélni, vagy mi bajod van? Napszúrást kaptál, hogy itt nekem az S betűket próbálom? Nem az a csatorna. Ja. Ez nem a vízműsor. Ja. Szerencse felé. De amúgy mondok neked egy S betűs szót. Seggfej. Sárga dinnye, krémleves. Ez nem sárga dinnye, krémleves. Őszi barack, krémleves. Igen, őszi barack, krémleves, erdélyi gyümölcsfagyival. Köszönöm, Erika. Köszönöm. Pincér vagyok én is. Az szuper. És nézzétek meg, eszem is valamit, nem akarnál fogyni. Vicces vagy. Köszönöm szépen. Szia Timi, jó étvágyat. Köszönöm. Szia Loka, sziasztok. Ezt mégis itt vagytok, és engem néztek. Ez a vicces.
ama sana. Köszönöm szépen. Mert nem szeretnének, nem nézni. Igen, és ez annyira megtisztelő, 1200 ember. Mi finomat eszel? Őszi barack krémleves, erdély gyümölcs fagyikával. De ez majd megy fel a YouTube-ra, és meg tudjátok nézni ott is. Ugye ezeket a live-okat azért csinálom, ezeket az éttermes, kajás live-okat, mert ezeket teszem fel YouTube-ra. Mi lesz a második? Cigány pecsenye? A rizsel. A rizsával. Meg tartár mártár. Meg mit teszek? Tiglis rákos. Tiglis rákos tészta. A rákos tészta. Rákos tésztát eszel? Köszönöm, Brigi. Hogy melegszik ez a szemét? Úgy vagyunk fent a YouTube-on, a Loka Pantera és Subi Roland. Kicsit megvárom, hogy leilletedjek. De visszarakom. Mi van, kicsi? Hú, de valágyom. Tudod, ezeket miért rakom ide, ne legyen útba. Most itt királyi napok vannak. Nálunk 90%-ban megy a klíma. 0-24. 0-24. Minek vasaljam ki az inget? Minek? Jó az így. Minek kell kivasolni az inget? Tök fölösleges. Nem váfán, nem a váfán tárolom. Szekrényembe szépen összehajtva. Az inget. Aztán ki kéne vasolni az inget? Ne irigykedjél, drágám.
mi lesz ősszel, Timi? Ezt hogy érted? Nem értem. Húrnak a falagak. Nem értem a kérdést. Jaj, de szép a hajad, drágám, neked is. Húrnak a falagak össze. Télem, hogy ez a hó. Nem, erre kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy érted, hogy mi lesz ősszel, kérdőjel és mosolyog. Hát de válaszolni akarok a kérdésére. Mi lesz ősszel, Timi? Mi lesz ősszel, Bló? Húrnak a falagak. Húrnak a falevelek, megpróbálom elfeledni a nevedet. Tudod, sose érted. Visszaért már a Fizu. Nem, drágáim. Ki az a Petra? Meghalt a Petra. Nem tudom, ki az a Petra, Istenem. Sokan vannak most. Annyi pénzből már a szemöldökedet is megcsinálhatatnád. Akkor a kérdésre válaszolok még egyszer, mert sokan nem vagytok tisztában. A szemöldököm meg lesz csináltatva, mert az első kezelés megvolt. Csak azt mondta a kozmetikusom, hogy mivel itt vannak ezek a 40 fokos forróságok, és mivel lézerezik a szemöldökömet, nem ajánlatos ebbe a 40 fokba. Ahogy bejön egy kicsit hidegebb idő, akkor menjek vissza bogárkáim. Nyugodjatok meg. Nyugodjatok meg. Csak a csoki ombre szemöldök. Olyan lesz a szemöldököm, hogy lementek hídba. Tiszta dementor leszek. Hát igen, mert ugye azt mondta a kozmetikus, hogy ilyen melegbe nem érdemes, mert alapó ilyenre bedurran. Alapú ég. Hát kiégetik a szemöldök. Hát azért mondta, hogy amikor bejön ez a hidegebb, egy kicsit hidegebb, mert akkor sokkal gyorsabban gyógyul. Tehát nem érheti nap, meg forróság. Hát szétégnek. Persze. Igen. És ráadásul az a durva, képzeld el, Krisztófer, te nem láttál engem. Akkor kilézerezték, hogy néztem ki, Roli? Meg én is megijedtem. Igen. Bedagadt az egész szememről. Úgy nézett ki, mint a mongolok. A mongolok ilyenre volt dagadva. Mind a kettő kálciumot kellett szednem, mert itt bedagadt, és ráhúzódott az egész a szememre. És utána kezdett el sebesedni, nagyon csúnya volt. Mire úgy tényleg 3 hét a gyógyulás. A teljes gyógyulás a 2 hónap. De hát ez ilyen. Szépségé meg kell szenvedni. Remélem, hogy már elegendő lesz a második kezelés. És akkor már harmadikként már mehet rá a tetkó. Szépen, jaj, de várom. Szép csoki barna. Ezt már befogja majd. Ugye a csoki barna a sötét. Sötét. Szép sötét barna. Csak tudod halványítani kell rajta. Ahhoz, hogy át tudjanak szépen menni rajta. Mert én úgy vagyok vele, hogy végezzenek precíz munkát, ne az legyen, hogy a szarra mennek rá. Mert akkor kidobok 70-80 ezeret, mert egyébként annyi lesz a tetoválás, 80 ezer. És nem fogok szart csinálni. Exkluzív kozmetikushoz megyek. Ott modern a gép, modern minden. Profin dolgoznak, szépen dolgoznak. Én nekem nem, tehát nekem fontos az, hogy azért a fejem, mert ami hozzá tartozik a szemöldök, az gyönyörű, szép legyen. De jó lesz tényleg, már nem kell festegetnem semmi, új, de örülök neki. Mert csak másfél évente elmegyek egy korrekcióra, hogy szép maradjon, aztán hello, szia! És semmi más nem tervezek magamon igazából, abszolút. Most használom ezt a bőrradért is, ugye ezt a kozmetikai bőrradért, tele van vitaminokkal. Általában 3 naponta szoktam fürdésnél használni, több gyönyörű baba, sima a bőröm. Se egy ragya, se egy semmi.
Nagyon szép, sima a bőröm tőle. Nem tervezek semmit. Én a természetességnek a híve vagyok. Én azt mondom, hogy a természetes szépségnél nem kell jobb, mint mikor valaki szana széjjel van, tuningolva. Ez nagyon gáz. Mi van a Subi Rolanda? Szétmentünk. Elhagyott egy nőért. Sajnos ez ilyen. Összejött egy másik nővel, én szingli vagyok. Úgyhogy ennyi. Milyen az élet, ezt kell szeretni. Hát jó, hogy elhagytad azt a tabakunkat után. Már összejöttem egy üzletemberre, most ő ül itt egyébként, meg a gyereke. Hát, arra úgy meg elég zsíros volt az urat. Hát, az ilyen. Szerintem szép volt a szép. Jelentős, ki vannak tágulva az erőm. Miért vagy ilyen nagyképű, ha nem lennél ilyen, sokan szeretnének? Köszönöm, Tamara. Puszancs. Nézd. Puszancs. Belevont a szemembe valami. Köszönöm a zenelejátszást. Hány égtáj van? Nappal és az éjszaka. Pepko szemüvegben játszod magad? Aha. Pepkós. Hát az 30 ezeré Pepkós. Akkor... Jó. Imádom szívni a vérüket. Imádom. És sokkal jobb, amikor én szívom az ő vérüket, és nem ők az enyémét. Olyan fenomenális érzés. Ha. És várjatok, de még nem vagyok beképzelt. Önmagamat adom. Sose voltam beképzelt. De majd leszek. Hogy süt a nap otthon? Mi? Ja? Itt vagytok, bocsánat. Imádlak titeket. Ne legyetek már idegesek, drágáim. Csak a luxus. Csak a luxus. 900. Jó, kevesen nézni. Csirke nuggets? Cigány pecsenye? Nekem lesz. Jó étvágyat. Köszönjük. Köszi szépen. Jó étvágyat. Szubi megkapta az órát? Nem, drágám, még nem érkezett meg az az óra, hála jó Istennek. Ez az ócska óra. Na, nézzétek! Cigány pecsenye, drágáim. Tartár Mártással és Rizzel. Imádás. Látjátok, ott is a tartár, csak a luxus, ez megy fel YouTube-ra, drágáim. Meg tigris rákos. Ez meg tigris rákos kaja. Tigris rákos. Tigris rákos. Mind a finom. Úgyhogy... itt vannak a jó kis finci kajcik. Jöhet az evész. Elférsz tőlem? Muszáj vagyok ide raknom. Próbálnám úgy rakni, hogy tényleg lássanak, de hát így. Köszönöm. Megnézem a tigrisrákot milyen. Biztos elférsz tőlem. Oda rakjam? Az valahogy itt, ez nagyon nem jó nekem. Nekem úgy kéne beállítanom, hogy mindent lássatok.
Na, most ez így töké. Kérjük, kell? Nem kell. Vettél elő, nem? Mm. Akkor nem kell. Belé már mindjárt a nagy kés. Akkor együnk lassan. Jó, hogy vágyott szerelmem. Jó, gyerekek. Jó, jön a gyószalomka. Jaj, de finom, nyám. Nagyon guszti boxi. Hát nem tudsz észrevenni. De most rákosat eszik. Jó. Én meg nem eszem. Nem szeretem. Fú. Jó. Ezren vagyunk, köszönöm szépen azt a csodás megtekintést. Ezt a zöldet ide rakjuk. Nem kell sietnetek, lassan megyetek. Ma relax van, királynapok vannak, nem akarok otthon aludni. Ja. Most itt árnyékban is vagyunk, szóval... Minek villázom, én nem kézzel sem. Tök fölösleges. Jó meleg van. Mindegy.
Igen. Kis sárkos tészta. Akkor egyed. Jó fokhagymása. A pecsenye. Nem volt benne az, Rák íze van. Ömlik rólam a víz. Ezt most is voltam. Ezt ömlik rólam a víz. Nagyon kemény gyerekek. Köszönöm szépen! Valaki meg úgy eszik, mintha megaludt volna a szájába a tej. Mi? Förtelem. Itt, ahol én ülök, itt jó. Mert jár a levegő. Köszönöm az alcsit. Mentes víz legyen? Nem, jó. Nézd, még a végén meg tudom elni. Én néztem. Jaj, de jó. Már is hozom azt, hogy... Jó, jó, nem nagyon figyelmet. Jó, de ismeres volt. Annem az a kutyás nő mi volt? Ki ott megy mellett? Ők mink oda szomorodtak. Köszönöm szépen, Mari. Köszönöm.
Köszönöm szépen, Tíme. Köszönöm, Erika. Nem kell ám az ajándék, ne küldjetek. Fél óra, mire megeszem. Tudod mi? Fú. Akkor rágod, tudod, rágod, 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 de nem megy le. Istennek, ha vannak itt moderátorok, ki kell pattintani innen a nem normális embereket. Meleg van, füllet meleg van, szarú vagyok. Mi? Mikor voltak normálisak? Nem tudom. Rendben vagyok az ételek? Az étel mindig rendben van, csak én nem vagyok rendben. Jó, nagyon szépen köszönöm. Készpénzzel kártyával számoljam. Hát azt már nem fogadjuk el. Köszönöm szépen. Nem, még a Covid előtt működött. Köszönöm. Nem a Pátriában vagyok, hála Istennek. A Dremszben vagyok. Még mindig. Ott nagyon régen volt. Meleg. Annyira elnyom, hogy... Még megmondja a Roli, nagyon sokat szoktam menni mostanában, de annyira mostusoltam egy órája, és vernek a vizek.
De hogy lesz desszert, a kaját alig bírom megenni. Ettem őszi balac krémlevest, vagy van, meg most így az kész. Drágám, magadon nevet Bence, vagy B-N-T-S, mert nem így írjuk a drámst, hogy drámsz, hanem drámsz. Meg mielőtt te röhögsz rajtam. Kicsi bogár, tanuld meg, hogy kell leírni. Drámsz. A dreams. Drámsz. Drámsz. Dreams. Így értjük, hogy dreams. Nem drums. Ugye? Jól mondom, dreams. Nem. Így ejtjük. A kiejtésről beszélünk, nem dreams? Akkor mit drums azon égesébe? Na jó, ez már nem fog menni. Ez hogy mondta? Roli, nyúljál hozzám. Nyúljál hozzám. Ömlik róla, mint a vakolatról a víz. Megmutatnám, a fej, fáj. Te beszélsz? Aki a leveset is úgy megfélig meghagyta, így könnyű? Milyen fél meghagyta? Lév maradt. Na. Na, és? De ott szenvedsz a kajával még mindig. Te beszélsz? Ugyanannyit. Én meg is fogom menni. Na, arra kíváncsi leszek rá. Se? Hát én nem biztos. Na, én ezt önös is elszám nem. De várjál, megkeresem azt a hajléktalant, és oda fogom adni. Ma oda fogom adni. Addig járom az utcát, amíg oda nem adni. Múltkor képzeljétek el, egy szegény családnak odaadtam a kajámat. Kislány úgy örült neki, kis roma lány, kis pici roma kislány, egy roma családnak. Megláttuk őket, tolta a babakocsit, és akkor így odaadtuk neki, és hálálkodtak, úgy örültek, jaj, a kislány egyből már bontotta fel, azt tettek. Nagyon. És látjátok, hogy késsel leszek, szóval nem harapom semmi. Sziasztok, viszont! Így. Mindent vágtam. Én így szoktam. Ha nem bírom megenni, sose mondjátok már, dobom ki, hanem akik vannak itt a plázán, és ezek a szegények, ezek a hajléktalanok, azoknak odaadom. Figyó, Krisztófer, te velem ne variáljál, mert megtépem a hajadat. Minden a desszert. Honne? Desszert, hallod? Nem mindenki van bélpoklos, mint te. Szerintem ki is hánynám. Hát, igen. Haza. Nem mész haza, még kicsi bogár. Vasárnap van, relax van. Akkor ízé, királynapok vannak. Minden évben kint lófrálunk. Lenn, a hűvösbe, árnyékba kell lenni. Nézd meg, mások is kint vannak. Királynapok vannak. Nem otthon fogok dekolni a hűsbe. Királynapok vannak. Ez állandóan aludna ez a vérróka. Elveszi a kedvemet. Este kell aludni. Kicsit séta, mozgás, kicsit árnyékba, ottól jön a víz, tudod? Az a szökőkutas onnan még fúj is a szél, kereszthozatva, ha árnyékba vagy, nem kapsz napszórást. Na jó. Ezt elrakatom. Megmutatom nektek, hogy gyönyörűen szépen késsel, villával lettem. És én azt fogom, keresek egy rászorulót,
És inkább odadom neki gyereket, mint hogy kidobjam. Mindjárt mondom is, hogy csomagolják nekem el. Mit? Ja, ezt a dzsumbújt leszedem én. Mindjárt mondom is, hogy csomagolják nekem el. Mit? Ja, ezt a dzsumbújt leszedem innen. Szépen. Jó, hát ők úgyis oda kotorják. Nem, hát a tudod, ott a plázán, ott ül a nő. De itt is szerintem kavarnak, kevernek. Ez valami rakodalmas? Itt le ki fogom nyomni, pörténztük, és külön indítok. Na, drágáim, ezt kinyomom, mert nem szólhat a zene YouTube-on, és arra meg nagyon szól a zene. Itt a kajcsi. Most rögtön indítok egy következő live-ot.